A videóban bemutatott arénamesterei kártyajátékról rengeteg információt megtaláltok a linken lévő weboldalon, lessetek rá hivatalos oldal kártyadizájnokkal, pakkokkal, megvásárolható termékekkel és infókkal a versenyek kapcsán. Link a leírásban. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Trading Card Zone, és a mai videóban pedig aréna mesterei cuccokat fogunk megnézni. Lesz itt mindenféle a booster packektől elkezdve a komolyabb 15 lapos kezdőszetteken át minden, úgyhogy belebontunk egy jó nagy adag kártyába. Ezekkel a lapokkal ugye játszani is lehet, természetesen vannak rendezvények, ilyen e-sportpubokban, meg ilyen helyeken, ilyen kártyás helyeken, társasjátékos helyeken, rengeteg mindenféle info van, hogy hol szoktak ezzel kapcsolatban ilyen események lenni. Nézzetek szét a weboldalán, tényleg azt tanácsolom, ez mindig változik, de ezzel a pakkal, amit itt Tibor biztosított, a készítője nekem itt az első ilyen kis, nem is tudom, paklim összeállítása az lényegében, ezzel már lehet kezdeni játszani. Azért ez nem egy kis adag, itt van néhány ilyen kártya, amit bemutatott, itt mesélt róla, hogy hogyan kell képzelni a játékszabályt. Azért ezek elég királyok. Designban fantasztikusan jól néznek ki. A soft touch bevonat, ezt mindig kiemelem, azért ez Tibor által gyártott kártyáknál ez elképesztően zseniálisan jól is néz ki, fénybe is nem dobja vissza annyira a fényt, tehát még rosszabb fényviszonyok között is tök jól látható, és nem az van, hogy esetleg napfénybe is szétcsillog a kártya, hanem tényleg kultúrát, játékra tervezett termékről van szó természetesen, ez nem is kérdés, ezért a kép mellett rajta vannak, hogy mégis milyen pontszámok alapján történik az adott szituáció, ugye van mindenféle különleges laptípus is, ami ugye nem karakter, tehát sokfajta, mindenféle fajta megkülönböztethető laptípus van. Itt a fő adatokat, itt láthatjátok, hogy mégis mit tesz hozzá a dologhoz. A fő karakterlapok, ott van a kitartás, életpontszám tulajdonképpen, és itt ilyen, ez nagyon fontos kiemelni, hogy tényleg nagyon egyszerűen megtanulható játékról van szó, tehát én is átböngésztem a weboldalt, és úgy azért elkezdtem kapizsgálni, hogy hogyan működik ez az egész rendszer, hiszen itt sebzés, blokkolás, célpont, tényleg ilyen kulcs szavakkal működik az egész játék, edző, passzív, tehát tényleg nincsen nagy mese a kártyákról, hanem tényleg a játékra van rákoncentrálódva az egész, úgyhogy ez nekem tökre tetszik, kártyáknak van mindenkinek egy saját kis sorozatszáma, albumba rendezéshez, ha tényleg ilyen Hearthstone-szerűen akarod lapozgatni az albumodat, hogy mégis mi a helyzet, én azt mondjuk nagyon szeretem egy albumba átlátni az egészet, és úgy összerakni egy pakli, akkor ott a sorozatszám, és akkor az alapján be tudod rendezni. Ami még nagyon fontos számomra, mert ezért szeretek, ha játszunk kártyával, akkor tényleg úgy, hogy ne romoljon az állapota mindegyes játéknál, védőtokba, teljesen átlagos védőtokba, tökéletesen illeszkedik, tehát semmi probléma nincsen vele, és ugyanúgy nem veszel a fényéből. Ez nekem fontos tényleg, hogy ne sérüljön a kártyajáték közben, és kompatibilis a legegyszerűbb standard, olcsó tokokkal is, úgyhogy ez király. Nézzük meg, hogy mik vannak itt. Én először megnézném a drágább, de azért ezek már komoly pakliknak mondható kezdőszetteket. Tűz és lélek, jég és semleges pakli, úgyhogy lessük is meg. Ezeket meg tudjátok venni a linken lévő oldalon, ez nagyon fontos, hogy ilyen nagyobb tudomásom nincs arról, hogy ezek még társasjátékboltokban lennének, úgyhogy tényleg mindenféleképpen lesetek rá a linkre. Az aréna mesterei oldalon azért ott vannak már infók. Tök jó ez a dobozka hozzá. Van egy kis info itt a hátulján, egyébként ott a weboldal is, illetve itt írja is, hogy egy 15 lapos készlet ide, és az első versenyéhez látod, ezért mondom, ez már csak boost, ezekkel már igazából el lehet kezdeni játszani, vagy otthon ugye kitapasztalod egy barátoddal, tök király. Nagyon-nagyon tetszik. Azt mondja, hogy a tartalék lehetséges 5 lapját nem tartalmazza, tehát azért nem a full, ezt még lehet bőségesen kiegészíteni, de már a doboz is amúgy nagyon király, úgyhogy nem is gyűröm össze, mindenféleképpen megtartós. Új, de jól néznek ki. Azt figyeld, zsírói kártyák, pirokán egyes. Nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki. Több karakter is van, ugye ezek is fontosak, itt se véletlenszerűségre megy a dolog. Nem az van, hogy húzogatsz, izé, minden, hanem tényleg egybe látod az egészet, és úgy játszod ki a lapjaidat, ahogy azt te szeretnéd, ahogy jónak gondolod a taktikád alapján.
nem az van, hogy ilyen szerencse faktor dönti el egy-egy játék sorsát, inkább sokkal rajta múlik, nem az van, hogy a vak szerencsére 24 oldalú kockával, csak viccelek persze, de hogy dobsz érted, aztán majd lesz valami, nem. Itt nem erről van szó, és nekem ez bejön amúgy. Havas, éleső, kettő, nagyon komoly. És tök jó egyébként, teljesen konzisztensek a lapok egymással, semmilyen eltérés nincs, tehát nem fakóbb az egyik, mint a másik. Úgyhogy nekem a nyomtatás technika is kifejezetten tetszik. Ez meg már hármas szintű karakter, na ez már nagyon durva. Hát az életpontszám minden, meg a tudása is, az komoly azért, ez a háromas szintűt azért ezt előre pakolom. Ez nagyon komolyan néz ki. Nézzük meg akkor a jég és a semleges paklit, hogy ez mit tud. Ezekből ugye fix lapok vannak. Úgyhogy azért ez már önmagában eléggé jól hangzik. De jól néz ki. Azt figyeld. Nagyon-nagyon szép kártyák vannak. Olyan ez a design, ez nagyon-nagyon tetszítős. Ez a rajzos, misztikus, gyapjas behemót. Nagyon állat, tök részletes egyébként, hogyha jobban megfigyelitek. Egyáltalán nem pixeles, vagy nem rossz minőségű a lap. Nagyon-nagyon jó. Én elnézegetni is el tudnám egyébként. Egy ilyen albumba azért az se gyenge. Rágó súranó, de itt figyeltek arra is ugye, főleg Tibor a készítő, hogy jól működjön a játékmechanika. És itt pedig a gyapjas behemót 2. Még durvább. Nagyon komoly. Oké, és nézzük ezeket a booster pakkokat. Ezek már tényleg lefóliázott booster pakkok. Itt ugye teljesen véletlenszerűen vannak benne az esetleges ritkább és kevésbé ritkább lapok. Megpróbálom úgy kinyitni, hogy a dobozokat itt se tegyem már tönkre, mert azért ezeket megtartom el, ha már nem csomagba, hanem ilyen szép dobozba lehet kapni. Ez azért kifejezetten menő. Nem sűrűn látunk ilyet, ugye a csomagos dizájna. Az alap az ilyen booster cuccoknál. Szörnyvadász krónikák. 15 lap van ebbe is. Nézzük meg. Nagyon szép a hátoldal is egyébként. Nézzük meg, hogy akkor ebből miket nyitunk. Esetleg egy ilyen hármas szintű karakter az lenne a nagy durranás. Mert azok jelentik az igazán nagy fejlesztés egy-egy pakliba. Statikus féreg. Tripla farkú ezüst fog. Nagyon komoly. Pirokán 1-es. Majd utána a gyapjas be. Most statikus féreg 3, az már azért jónak számít. Az kifejezetten izgalmas. Bimbós teknő 5-ös szintű. Az se gyenge. Le van írva egyébként a oldalon. Most ilyen nagy játékszabály elemzésekben nem megyek bele. Tehát le van írva egyébként az oldalon, hogy hogyan lehet felépíteni egy paklit. Minek kell benne lennie. És mik lehetnek benne opcionálisan, ugye. Tehát az én sületlenségeim helyett, hogyha komolyan érdekel a dolog, és nagyon megtetszett, akkor azért több infót találsz erről az oldalon, mint amit én itt elmondok, de a kártyákat így is nagy élvezet megnézni. Lángözvegy, rágos úranó 2. Nagyon jók ezek az effektek, amik ott a képességek körül vannak. Nagyon tetszetős. Tripla farkú ezüst fog, ékarom 1-es. Itt a rágos úranó 2. Jól néznek ki még mindig. Gyapjas behemót. Ékarom. Nymphabak. Holt fénysercegő 2. Hópamutka. Nagyon komoly. Milyen jó kis szövegvonat. Tűz zsetomező. Ott írja le az erősítéseket egyébként, hogy adott esetben mi vonatkozik rá. Nézzük a következő pakkot. Már középre került ez a lezáró fólia. Na, ott még van egy pici. Úgy. És akkor lássuk meg, hogy ebbe a pakban van-e valami izgalmasabb. Na, hogy ráragadjon az egyik kártya. Úgy is van. Nézzük, hogy ebben mi található. Havas éleső 2. Nymphabak. Lángözvegy 2. Pirokán 2. Hármas most nem akar jönni egyenlőre. Hópamutka, pirokán, statikus féreg, jégmanó. Na, vele még nem találkoztunk. Hópamutka 5-ös. Az is kiemelendő. Mindenféleképpen is a statikus féregben van még egy hármas szintünk így. Durván néz ki.
amúgy. Itt is oldalra került ez a lezáró. Az a lényeg, hogy tényleg, hogy ezek fúra le vannak zárva, úgyhogy teljesen véletlenszerűen kukkanthatjuk meg ezeket a lapokat, hogyha ők is úgy akarják. Nézzük itt, mik vannak. Bimbós teknő, pirokán, ugyanazok. A gödör, nagyon jó. Hópamutka, lángözvegy, havas éleső, hópamutka. Most semmi új, sajnos. Ékarom az mondjuk nem rossz. Ebben nem volt semmi nagy extra, az előző paklik, mintha jobbak lettek volna, ilyen használhatóbb kártyák volt, de ezek azért elég durvák, azt kell, hogy mondjam. Nézzük akkor a következőt, ez az utolsó lesz egyébként. Úgyhogy meglássuk, hogy ebben mi van. Egyébként az oldalnak, az Aréna Mesterének Facebook oldala is van, szerintem azt is lerakom, mert ott meg könnyebben tájékozódhatok friss infokról, ha éppen szerveznek valamilyen versenyt, vagy ilyesmit. Azért ez mondjuk nem rossz, mert hogy ez a sima gyűjtögetős játék, de azért bőségesen messze áll. Tehát ezzel játszani valóban érdemes. Nagyon jól néznek ki ezek a képek is. Rágó, súranó, nymphabak, ékarom, kettő, pirokán, lángözvegy, pirokán. Semmi olyan, ami extra lenne most egyenlőre. Mondjuk ez elég jó, ez a Lizette karakter. Ez mondjuk azért nem rossz. Úgyhogy ezt mindenféleképpen előre rakjuk. Tehát így nézzünk ki, azért itt van miből dolgozni. Ez rengeteg kártya, amiből aztán tényleg olyan szettet, olyan dekket építesz magadnak, amilyet szeretné, úgyhogy én azt kell, hogy mondjam, teljesen meg vagyok elégedve. Itt nem ért meglepetésként, hogy Tibor munkája ennyire professzionális, az viszont igen, hogy a játék, amit kitalált, a játékrendszer, a pálya felosztása, minden ilyen, tényleg ilyen szögegyszerű az egész, és rajtad múlik, hogy milyen dekket kísérletezel ki, hogyan épül fel, és azzal mégis hogyan tudsz pontosan játszani. A szerencsén nem nagyon múlik semmi, mert hogy minden lap a kezedben van, nincsen húzás, nincsen százoldalú kockával dobogatás, meg mit tudom én, szóval ez nem erről szól, ez a sokkal taktikusabb, ilyen harcjellegűbb játék, ami szerintem azért sokaknak tetszetős lehet. Úgyhogy ahogy mondtam, százszor most is elmondom, lessetek rá, hogyha tetszett az Aréna Mestei oldalára, nézzetek rá a Facebookra, ott is ott vannak, és lehet őket követni, tájékozódni. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm Tibornak ezt a nagyszerű pakot, ha lesz valami új megjelenés ennek kapcsán, akkor mindenféleképpen arról még lesz videó. Legközelebb találkozunk a következő videóban, sziasztok!